az elég komoly. Milyen változások voltak, vagy mi volt a legfőbb változás? A közönség, összetétele, a reakciók, egyéb, mi az, amit kiemelnék? Nagyon, tehát értelemszerűen nagyon sok változás volt 10 év alatt. Mit emelnék ki? Hát figyelj, a fellépők is változnak, a műsor is változik, a stílus, a hangvétel is változik, de elsősorban arról van szó, hogy hát 10 év, még ha nem is egy emberöltő, de azért egy generációváltás megtörtént az alatt, és egészen más az inger küszöb. Amikor indult a Showder Club például, akkor még nem volt a közösségi oldalak, tehát nem volt ekkora térhódítás. Nem volt az, hogy megosztunk mindent, kirakunk mindent, megbeszélünk mindent. Kicsit a tévéműsornak, hogy leülünk a tévé elé és együtt megnézzük, ennek nagyobb szerepe volt, mint amikor később ugye a televízió csatornáknak már mindegyiknek van ilyen on-demand oldaluk, hogy majd te akkor nézed meg a műsort, amikor akarod. Ez is átalakította. Szóval a technikával együtt fejlődtünk mi is. Egészen más lehetőségek álltak akkor rendelkezésünkre, de az emberek is máshogy álltak hozzá. Most lehetne itt nyavajogni, hogy de jó volt akkor. Egy kicsit könnyebb volt akkor, az biztos. Az emberek inger küszöbe egyre magasabban van, más dolgokon akarnak nevetni, mint régen. Akkor a tévéműsor már nem egy olyan nagy szám, mert hát akkor nézi meg, amikor akarja, YouTube-on megnézi, saját gyűjteménye van, lementette. Szóval a Showder Clubnál is túl vagyunk 100 adáson. Tehát jóval nehezebb a stand-up-osok feladata? Szerintem nehezebb. Nehezebb. Én magam így nem súlyoznám, hogy nehezebb, mert ez olyan, mintha most így piedesztálra emelném magam ezzel, hogy jó, hát most már még több munkára van szükség. Én csinálom ugyanúgy, ahogy csináltam, csak nyilván észrevesszük, hogy nem pont ugyanaz. Nem lehet beülni a kézbe, nem lehet beülni a kényelmesbe, az biztos. Ha belegondolsz, az elmúlt 10 évben nem csak Duma Színház volt 10 év alatt, hanem rengeteg minden változott, hogy jobban szétnéztek. Tehát így az online világban is. Most voltam egy ilyen pszichológiai előadáson, és mondták, hogy vannak már online és offline kapcsolatok az emberek között. Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a két kategóriát, meg tudjuk határozni, ahhoz kellett, hogy az online kifejezés egyáltalán létrejöjjön. Van egy csomó ember, aki egész nap a Facebookon él. És akkor a humoristáknak mindenféleképpen kellett a humor megjelenés mellett, hát érdemes volt felhasználni ezt az online felületet. Tehát nekem is van Facebookon közösségi oldalam, 110 000 vannak rajta, ez egy reális és egy egészen magas szám. Elvárják, ezt kell mondjam, hogy elvárják, hogy minden nap szolgálj valami érdekessége. Már nem elég az, hogy fél évente egyszer lesz Showder Club. Szóval a humoristának több lábon kell állnia. Tehát van aki csak onnan ismer, mint megtud. Van olyan, aki ír nekem, hogy imádja a bejegyzéseimet és hogy szoktam-e fellépni. Na, 10 éve.